Egyebek mellett ezeket a vadonatúj traktorokat, fűnyírókat, fúvógépeket és permetezőket állította a munkába a Városgondnokság hétfő reggel. A mintegy 60 millió forintos beruházásnak köszönhetően könnyebb lesz a zöld területek gondozása, mi több a géppark kapacitásának növelésével új munkahelyeket is teremtettek. Legalább 50 új munkahelyet létesítettünk ezzel a közfoglalkoztatókkal együtt, illetve a meglévő kapacitásnak a jobb kihasználása, tehát akik eddig különböző létesítményeinket, temetőt vagy pedig stadiont üzemeltették, az ő munkájukat bővítettük ki ezzel a városi park fenntartással. Székesfehérvár polgármestere is megtekintette a hétfő reggeli munkakezdés előtt az új munkagépeket. Cserpalkovics András bízik abban, hogy a hatékony zöld terület karbantartással a fehérváriak is meg lesznek elégedve. Belvárosban két hetente lehet a közterületeket rendezni, és a város más részein is havonta, két havonta ez meg fog történni, úgyhogy biztos, hogy rendezettebb képet fog mutatni a város. Azt hiszem, hogy a városrészi felelősi rendszer kialakításával is ezt a célt tűztük ki elénk magunk elé, és persze a Városgondnokság ezekkel a fejlesztésekkel is ezt igyekszik elérni. Ez ugyanis egy életminőségi kérdés is. Székesfehérvár Városgondnoksága közel 3 millió négyzetméternyi parkot, zöld felületet gondoz. Ettől az évtől külső vállalkozók bevonása nélkül saját munkagépekkel és alkalmazottakkal dolgoztat a cég.